A korrekciós panelhez hasonlóan a maszkok panel is teljesen új az Adobe Photoshop CS4-ben. A maszkok technológiát már régről ismerjük, ezt tulajdonképpen arra használjuk, hogy adott területeket kitakarjunk, vagy egy adott módosítást csak részlegesen érvényesítsünk egy képen. Ha például használjuk most a korrekciós rétegek közül a fekete-fehér effektust, ezt először kijelölöm gyorsan a CS3-ból ismert gyors kijelölő eszközzel a képről ezt a nyakkendőt. Egy picit letisztítom itt a fölöslegesen kijelölt részleteket. Így, nagyjából, nem kell teljesen pontosan. És ha most rákattintok a fekete-fehér korrekciós rétegre, akkor ez automatikusan ki is maszkolja nekünk azt. És hogyha most átlépek a maszkok panelre, akkor láthatom, hogy itt ennek a maszknak most már utólag módosíthatom paramétereit. Például könnyedén megfordíthatom, ezt az invert gombbal teszem meg. Ilyenkor megfordul, hogy mi az az, amit a maszk kitakar, és mi az az, amit láttat. Eddig ugyebár fekete-fehérre alakítottuk át a nyakkendőt, hiszen ez volt a masznak beállítva, most viszont megfordítottuk, feketén van letakarva a nyakkendő, azaz ez a fekete-fehér korrekciós réteg nem fejti ki rá hatását, és ahol fehér a maszk, azaz az összes környező terület, arra pedig kifejtheti a hatását, azaz fekete-fehérré válik. Így tehát most már könnyen megértjük azt, hogyha ennek a korrekciós rétegnek, a maszkjának a denzitását, azaz hatását változtatom 100%-ról mondjuk nulláig, akkor így a maszkot teljesen kifehérítettem, ez látszik itt is, tehát nincs belőle kitakarva semmi, viszont egy 100% skálán tudom ezt a láthatóságát, úgymond, ennek a masznak változtatni. Ez tehát ez a denzitás paraméter. A feather az pedig a lágy peremre utal, azaz lágyíthatjuk ennek a masznak az éleit, és ezáltal egy picit, úgymond, átmenetes lehet a maszkolásnak az éle. Tovább finomíthatjuk a maszkunknak az élét a Mask Edge gombbal, élfinomítás vagy szegélyfinomítás a menünket, ahol különböző nézetekben tudjuk megvizsgálni, hogy az adott maszkunk melyik területre hat ki a képen. Például a gyors maszk módban, ez az a piros nézet, ilyenkor tökéletesen látjuk, hogy mi az az, ami esetleg feleslegesen lett kijelölve, és természetesen itt a további paraméterekkel könnyedén meg tudjuk változtatni a maszkunknak a kiterjedését. Továbbá érdekes, hogy külön ikont kaptunk ahhoz, hogy a meglévő maszkunkból kijelölést csináljunk, ez az a kis baloldali kis gomb a maszk panel alján, így tehát kijelölést tudunk belőle csinálni, ezzel a szemikonnal ki- és bekapcsolni tudjuk a maszkunkat, és a baloldali kis kukával pedig törölni. Megjegyzem, hogy ezekre a lehetőségekre eddig is volt mód, de nem volt ennyire jól elérhető és egy helyen csoportosítva, mint most itt a maszkok panelen. Ez jelentősen meggyorsítja a munkánkat, azok számára is nagyon praktikus, akik esetleg most tanulnák meg a programot, hiszen sokkal könnyebben megérthetik ezen keresztül a maszkok használatát.